Őszinte örömmel vették át a várostól az új játszóteret a gyerekek. Újra buli a Gödörben, koncert és musical töltötte meg a parkot. Ismét felnyergeltek lovas találkozó János Somorján. Ezek a JTV hírei, köszöntöm Önöket! Őszinte örömmel fogadták a kihelyezett játékok kínálta kalandokat és az ajándékba kapott labdákat, nemzeti színszalagokat az óvodások hétfőn. Segítségükkel adták át jelképesen a város összes gyermekének a Bacsi-Zsilinszky utcai játszóteret. Ide csúszni! Bizony, itt az idő csúszni, sőt mászókázni, hintázni, nyuszi lovagolni és repülővel utazni. Sok kalanddal várta a gyerekeket a hétfőn átadott szentpéteri játszótér a Bajcsi-Zsilinszky utcában. Képes legyen. Jelképesen a város gyerekei nevében az ovisok vették át a parkot az önkormányzattól, Lőrinc György polgármestertől, Bella Sándortól a városüzemeltető vezetőjétől és Winkler László képviselőtől a Szociális Bizottság elnökétől, akik a nemzeti színű szalagból is adtak minden gyerkőcnek. A polgármester reméli, a mostani gyerekeknek is ennyi szép élményt okoz majd az új park, amennyit az idősebb korosztályoknak az azóta már elavult régi. Múlt héten, mikor már elkészültek a játékok, de még nem volt a hivatalos átadás, egyik délután kijöttem és találkoztam itt olyan szülővel, aki még gyerekként a régi fa játékokon játszott, és hát nagyon jó szívvel gondol vissza erre az időszakra. Én remélem, hogy ezek a csöpségek is, illetve akik majd az elkövetkező években használni fogják, ők is majd így fognak visszaemlékezni. Az avatás mindjárt jókedvű dobálózással kezdődött. Az ovisok egy nagy zsák labdát is kaptak, amit a csoportokban osztanak majd szét. Ügyesen mentek, menjetek csak! Az óvoda és a bölcsőde vezetői is örömmel fogadták az új játszóteret, hiszen az kifejezetten a legkisebbeket célozta meg. Kombinált fejlesztő mozgásformákkal teljesíthető mászókák is várják itt a gyerekeket. A munkákat a városüzemeltető irányította, az eszközök kiválasztásához szakemberek és a helyi óvoda véleményét is igénybe véve. De a legfontosabb vélemény a gyerekeké, akik egyértelműen örülnek. Sokan már az átadás előtt megismerkedtek a parkkal, így most már jól ismerték a terepet. Az, hogy még akik nem voltak, azok kíváncsiak voltak, és ezért próbálták ki az összes játékot. Te már kipróbáltad? Igen, mert már voltam itt. A polgármester hangsúlyozta, ez a közel 10 millió forintos fejlesztés a városi játszótér felújítási programjának része. Az elmúlt 5 évben 5 játszóteret újítottunk föl itt János Somorján, és elmondhatom, hogy már csak egyetlen egy a Mosonszent Jánosi városrészen lévő játszótér marad a következő ciklusra. Én remélem, hogy a jövő évben azt is sikerül felújítani. És látva azt, hogy a mindennapokban milyen sokan használják ezeket a felújított játszótereket, ez visszaigazol bennünket. A következő felújítási terv a Felső Lókert utcai játszótér grundja, de terveznek egy játszóteret a szentpéteri rész 86-os által körbefont részére is. A felújított játszóterek sikere pedig a meglévő parkok bővítését is indokolja, mondta a polgármester a megnyitón. Rendőrautók és hatósági személyek szálltak meg rajtaütésszerűen több János Somorjai munkásszállást, kétes albérletet augusztus 6-án kedden. Az akció második éve tart az önkormányzat kezdeményezésére, legutóbb áprilisban tartottak ilyen ellenőrzést. Most ennek a folytatásában vett részt nagy erőkkel a rendőrség, a bevándorlási és állampolgársági hivatal, a kormányhivatal járási, népegészségügyi és építési felügyeleti osztályai és az önkormányzati hivatal. Úgy tudjuk, az ellenőrzött helyeken több kisebb problémát találtak, amelyek miatt eljárás is indulhat, ám kirívóan nagy szabályszegés megállapításáról nincs tudomásunk. Az ellenőrzést azt az újtanyai ingatlant is érintette, ahol pár héttel korábban merült fel az embertelen körülmények, illetve a közösségi normákat nem tisztelő viselkedés gyanúja. Itt azonban már lelakatolt ajtók ólak fogadták az arra járót. Kevés eszköz van az önkormányzatok kezében ahhoz, hogy megakadályozzák az ingatlan tulajdonosok szabálytalan szállás kiadását. János Somorja több eszközhöz is nyúlt. A rendszeres összevonthatósági ellenőrzések mellett eseti bizottság is feltérképezte a helyzetet, fokozták a rendőri, polgárőri figyelmet, új szabályokkal igyekezett átláthatóbbá tenni az albérlet kiadásokat, és a közösségi viselkedést is rendeletben szabályozta a város.
Ingázó munkástársaság szólalkozott össze sérelmeik tisztázása közben a Jánossomorjáról Andau felé kivezető út mellett augusztus 3-án szombat reggel. Mindkét társaság átutazóban volt, nem itt laktak, csak itt érték be egymást. A veszekedés verekedéssé fajult. Nem hivatalos forrásból úgy tudjuk, egy Maglócán lakó román és egy Hanságligeten lakó magyar társaság szólalkozott össze közeli ausztriai munkahelyükön pénteken. A két társaság autói a Tarcsai utca utolsó házainál megálltak. Az út mentén veszekedés tört ki, a számonkérés verekedéssé fajult. Az egyik autóból vascsövek is előkerültek, de csak egy kisebb sérülés keletkezett. A helyi és mosonmagyaróvári rendőrök nagy erőkkel érkeztek a helyszínre. Csoportos garázdaságért indulhat eljárás a gyanúsítottak ellen. Összességében több száz gyereket mozgatnak meg a jánossomorai nyári táborok, ami nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is élmény, hiszen majdnem mindenhol táborzáró előadásokkal is várják a családokat. Nyári programsorozattá állnak össze lassacskán a gyerektáborok végén tartott záró előadások, kiállítások, koncertek, amire sok szülőt, rokont is várnak a gyerekek, szervezők, hogy megmutassák, mit is tanultak egy héten át. Az alapfokú művészeti iskola hagyományos nyári tánctábora ismét megmozgatta a gyerekeket, a táncosokat a meleg időjárás is próbára tette, de ki nem fogott rajtuk. Az előadáson több csoport, több kidolgozott táncot is megmutathatott a Klapszki iskola aulájában a büszke szülőknek. Több tánc és zenei stílus láthattunk a gyerekek előadásában. Szintén az alapfokú művészeti iskola tábora kicsit másként. A fúvós ifjúsági zenekar és az iskola növendékei a Dunaszigeti Zátonyi Szabadstrandon adtak koncertet múlt pénteken. A szokatlan muzsika inspirálta a diákokat is. Koncertre sokan kilátogattak a környékbeliek és az itt táborozók közül, így ez lett a zenekar első egész estés koncertje. A Klapszki iskola nem csendesedett el a nyáron. Még kint felújítás zajlik, bent a csendes sportnak hódoltak a koncentráló gyerekek. A helyi sakkör tartott itt tábort, a népes jelentkező gárda jól mutatja, pár év alatt milyen népszerűvé vált a pár sportbarát által életre hívott városi sakk élet. A gyerekek már óvodáskoruktól foglalkozhatnak a sakkal Jánossomorján, ami a tábor létszámán és az izgalmas partikon is meglátszott. A színjátszás és néptánc ötvözete mutatkozott be ismét a Sós Antal közösségi házban, ahol a Csodatarisznya című cigány népmesét játszották el a táborlakók. Ne menj sehova, itt van ez a tarisznya, neked adom. Menj hozzá, smolt, utcú éges tarisznyám, add ki a magadét. Az Örökség Kulturális Egyesület tábora, amit minden évben egy előadás koronáz meg. Itt a színjátszási és táncos tehetségüket egész héten át pallérozó gyerekek mindent beleadhatnak, és bele is adnak. A darabban sok tájegység, sokféle táncát megmutathatták a gyerekek. A Néptánc Egyesület reméli, hogy a néptánchoz egész évben ki nem hunyó kedvet is kapnak a gyerekek, és évközben újra gyerekcsoporttal is dolgozhatnak a szakemberek Jánossomorján. Időszámításunk előtti korokat jártak be a gyerekek a Glázer Kozma Galéria táborában két hete. Számos kézműves technikával ismerkedtek meg, és meg is alkottak egy-egy tárgyat abból a korból, múzeumi régészeti kutatásokat alapul véve. A gyerekek egyiptomi gyöngynyakláncot fűztek, több sírban és lelőhelyen megtalált babát faragtak és gyöngyöztek fel. A fiúk az egyiptomi fegyverekkel, harcászattal is megismerkedhettek, amit be is mutattak a közönségnek. A szervezők gratuláltak a gyerekeknek a sok kiváló munka miatt. Eddig is éreztük, hogy nagyon sokat dolgoztunk ebben a táborban, de most így egyben látva az anyagokat, hát becsületére váljon minden gyereknek, hogy ezt így végig tudták csinálni, úgyhogy gratulálok mindegyikötöknek. A táborlakók jóval a kitűzött célok felett teljesítettek. Az elégedett szó az nem jó kifejezés, mert annál sokkal elégedettebb vagyok, amit nem tudok kifejezni. Tehát egyszerűen a vártnál jóval magasabb
minőségű munkák születtek és mennyiségű, tehát szinte mindenki elkészítette az úgymond remek művét, tehát, és nem összedobálva, hanem valóban igényesen elkészítve. Volt, aki az egyiptomi kultúra miatt érkezett ide, és nem csalódott. Nagyon érdekel az egyiptomi mitológia, az istenek, és eleve az egyiptomi kor, és ahhoz képest, hogy amiket elolvastunk, ez tényleg ugyanaz volt, nem gondoltam volna, hogy tényleg ennyi mindent készítünk, de tényleg mit csináltuk, a papucsot is, a ruhát lényegében, tök jó volt. Nekem a nyaklánc készítés is nagyon tetszett. Volt, akit a kézműveskedés fogott meg, és élvezte a megtanult technikákat, például az agyagozást, gyöngyfűzést. Össze kell őket fűzni megfelelő sorrendbe, és hogyha jó sorrendbe fűzzük össze őket, akkor nagyon szép eredmény lesz. A galéria ezzel újra életre hívta korábbi kézműves táborsorozatát, ahol minden évben más és más történelmi korba repítik el a gyerekeket. Jövőre az ókori görög világot ismerhetik majd meg. Zúzós és show elemekkel tarkított rockkoncertek és érzelmes popslágerek, musical dalok. Ez a kettő gyökeresen ellentétes műfaj is jól megfért egymás mellett a puszta somorjai játszó és pihenőparkban, ahol a város és civilek fogtak össze újra egy szórakoztató gödörnapért. Hangosan szólt az ének, sokakat megmozgatott a tánc, így kezdődött és így is folytatódott múlt szombaton a gödörnap. A kisebb kihagyásokkal, de hosszú múltra tekintő rendezvény idén eklektikus volt. Tánc, musical és kemény rockzene is megfért a puszta somorjai játszó és pihenőparkban. A helyi nyugdíjas klub keretein belül már két tánccsoport is működik, most mindkettő bemutatkozott a kis színpadon. Elsőként a legújabb csoportot láthattuk, az itt gyakorolt táncok a szórakozás mellett leginkább a testi és szellemi fittséget szolgálják, fejlesztik, frissen tartják a táncosokat. Az új tánccsoport várja az új tagokat is. A klub másik tánckara is kiváló produkcióval érkezett, koreográfiáikban a közönség szórakoztatása, a vidámság is nagy szerepet kapott. Valami amerikai hangulatot csempészett a gödörbe ezután a Dizzy Dog rock zenekar, akik különböző stílusú dalokat dolgoztak át fémhúrokra. Idén a Mosonszél Egyesület Bolog cínjátszó csoportja játszotta újra a nagy sikerű Szép nyári nap Neoton musicalt. A helyi amatőr előadók között ismét sok János somorjainak tapsolhatott a nézőteret megtöltő közönség. A jól ismert slágerek köré vont történet a szocializmus évei alatti kamasz szerelemről sokaknak tetszett. A szünetben pedig még egy ifjú párt is megtáncoltatott a társulat és a násznép a világot jelentő deszkákon. Az éjszaka fénypontja a Kiss Forever Band koncertje volt. A legendás Kiss zenekar hivatalos magyar tribute zenekara hozott mindent, amit az igazi Kiss-től várhatnak a rajongók. Sokkoló jelmezeket, kiváló zenét, kivételes hangzást és persze több ismert slágert. Az önkormányzat több csoporttal, előadóval, szervezővel fogott össze idén, hogy ismét sikeres gödörnap várja a helyieket. Ezt Lőrinc György polgármester meg is köszönte a közreműködőknek. Én, mint a település polgármestere, büszke vagyok, hogy ilyen sok tehetséges ember van itt János somorján. És büszke vagyok arra is, hogy ezt a rendezvényt nagyon sok ember munkája hozta létre. Nagyon sokan dolgoztak azért, hogy ma ez a produkció, illetve az ezt következő, illetve az ezt megelőző produkciók itt színpadra önök elé kerülhessen. A gödörben már nem az első alkalommal fellépő, és a szervezésben is tevékeny színtársulat számára mindig is inspiráló marad a helyszín. Úgy néz ki, hogy ennek a gödörnek létjogosultsága van. Olyan helyen van, ami alkalmas, ki tudjuk zárni a külvilágot, nem zavar
nagyon senkit sem, egy meghitt jó helyen van, fel lett újítva, korszerű, még egy picit javítunk rajta, nagyon jól. Most nézzünk körbe, ti is a városban jártok, éltek, de nem tudtok mutatni még egy ilyen helyet, ami ilyen jó színvonalú hely lenne. A rockkoncerteket szervezők sem csalódtak a helyszínben, az önkormányzat indította összefogás, a különbözősége ellenére is jó hangulatot teremtő produkciókat hozott a Gödörbe. Rengeteg munka áll mögött a koncert mögött, a szervezésbe. Ez a koncert úgy indult volna, hogy egy saját szervezési koncert, aki a Dizzy Dog és a Kiss Forever Band, majd kaptam egy felkérést az önkormányzat felől, hogy mi lenne, ha összehoznánk a Gödör napok keretén belül az RP-ékkal. Mondtam, hogy jó legyen. Így most teljesen ingyenes lett ez a rendezvény, amire úgy nézem, hogy elég sok ember látogatott ki, remélem, hogy maradnak is. Sokan maradtak a késői időpont ellenére is, ami igazolja, hogy a nyári fesztiválokra igény mutatkozik János Somorján. Ismét nyerekbe vagy bakra pattantak helyi és környékbeli lovasok. Újra a János Somorjai lovas találkozó várt minden lovasportot űzőt vagy rajongót kortól függetlenül. Lovas nemzet a magyar, tartja a mondás, ezt pedig meg is mutatták nekünk szombaton a helyi lovasklub tagjai, akik a negyedik amatőr lovas találkozóra vártak mindenkit. A program kezdeteként lovas felvonulással igyekeztek minél több embert kicsalogatni a lókertbe, ami már második éve ad otthont a találkozónak. Ám a felvonuláson nem csak a lovakat, különleges veterán traktorokat is bemutattak a helyieknek, meghívva a szomszédos Fertőzug osztrák veterán klubját. A lókertben aztán változatos programokkal igyekeztek a szervezők mindenkinek a kedvére tenni. A hagyományos fogat verseny sokakat kicsalt a nap folyamán. A versenyzők között láthattunk egyes és kettes, valamint csikó fogatot is, de láthattunk maraton fogatot is, amit leginkább a terepversenyekre terveztek. Bár ez egy amatőr találkozó, ahol nem az eredmény a legfontosabb, de koncentrálni itt is kell. Oda kell figyelni, mert ez egy baráti találkozó, itt ugye nincsenek olyan nagy szabályok, de ahol már rendes versenyek vannak, ott azért nagyon oda kell figyelni arra, hogy a ló és az ember összhangban legyenek, egymást ismerjék, és akkor ott már a lónak egy fügyszóra figyelni kell az emberre, hogy azt csinálja, amit neki mond, mert itt nagyon el lehet hibázni, és nagyon nagy baleset is lehet belőle. A fogadhajtók között több fiatal ült a bakra, hogy megmutassa, mennyire tudnak együtt dolgozni a lovakkal. Sokaknál közös családi program a lovaglás és a felkészülés is. Szerintem nagyon jó volt, és még kicsit gyakorolni kell még, de jól ment szerintem. És mi a jó ebben a fogadhajtásban? Mit szerezte benne annyira, hogy most itt is itt vagy és versenyzel? Hát, hogy ugye apa is segít, meg élvezem, nagyon jó. Később lovas ügyességi versenyek és bemutatók is várták a résztvevőket és a nézelődőket egyaránt. Idén már negyedik alkalommal szervezte meg a János Somorjáért Lovas Sportegyesület a találkozót, aminek a célja, hogy megmutassák János Somorján, milyen sokrétű lovas élet van, és minél többen csatlakozzanak hozzájuk. Hát csak ezért a dologért szervezzük ezt a dolgot, a lovas találkozókat, hogy mutassuk meg a városnak, hogy van ilyen is, nem csak a fotball vagy bármi más, mindegyiket szeretjük, de ilyen is létezik, és mi lennénk, ha minél több fiatal kedvet kapna erre a lovas sportra, vagy a lovas, ez csak lovas, amatőr lovas találkozó, hogy minél több fiatal szeretnénk ezt bevonni. Míg a lovasok a pályán küzdöttek az elemekkel és a rendkívül meleg idővel, a társaskör tagjai az üstök mellett főzték a finomságokat, hogy a megfáradt sportolók és a kilátogatók jó hangulatú ebédet tudjanak elkölteni. Versenyen kívül egy különleges helyi négyes fogatot is bemutattak nekünk a résztvevők. A János Somorjai amatőr lovas találkozó a lovasok ünnepévé nőtte ki magát itt a városban az évek alatt, ahol a sportágat szeretők találkozhatnak és egy kellemes napot tölthetnek el együtt. Augusztus 20-án ismét együtt ünnepelhet János Somorja. 11 órától a Puszta Somorjai templomban tartott ünnepi szentmisén, majd a Szent István parkban zajló ünnepségen. A kenyéráldás mellett idén kenyér és borkóstolóval is várja a lakosságot a park. Ezek voltak az elmúlt két hét legfontosabb hírei. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!